magamból adni egy kis csodát, mivel az embereket ki tudom szakítani így a mindennapi világból, ezért, illetve a mindennapi pillanatokból, hogy nem mindig a rohanás kelljen átélni, hanem átélhessenek egy kis csodát, akár a zenén, akár a képeken, akár a bűvészkedésen keresztül. Elsőként hoztam egy kötelet, így bemelegítésképpen, ugyanis a bűvészeknél a kötél egy ilyen kötelező mutatvány, úgyhogy lekötelezem mindenki, hogyha megnézzék. Három különböző méretű kötél van. Igazából nem is kell mondanom semmit, csak össze kell gyűjtenem ezeknek a köteleknek a végeit, és rágyító ujjást kell csinálni. És a három különböző méretű kötélben már is három egyforma méretű kötélben. Az igazgatónak megkérném, hogy gondoljon egy színre. Gondoljon el egy színre. Nagyon jó. És akkor írtam. Mi volt ez a szín? Kék. Persze, kék minden van. Jó. Tehát volt egy 17, egy derékszínű háromszög és egy kék. Nézzük meg, hogy mit írtam fel a papírokra. Volt egy 17. Volt egy derékszínű háromszög. És volt egy kék, az könnyű volt, mert az igazgató kék.